Az idén 50 éves pécsi görögkatolikus egyházközség szinte egész éve a jubileumi előkészületekről szólt. Az ünnepen, december 4-én Kocsis Fülöp metropolita érkezett a Xaveri Szent Ferenc templomba, és ő tartotta a szent liturgiát. Az érsek prédikációjában a templom védőszentjét példaként állította a mai ember elé. Előttünk áll a lehetőség, mindannyiunkat erre hív az Isten, úgy váljunk szenté, hogy nap mint nap minden tettünk el az Istenhez igazodjunk, fogalmazott a főpásztor. Hogy mit is jelent ez? Életet és gyarapodást. Ahogy a példabeszédben van, volt szó róla, Istenben kell gyarapodnunk. A létszámbeli gyarapodás az nem sokat ér önmagában, az nem klub vagyunk, akik gyűjtögetjük a klubtagokat, hanem ezt az Istenben való gazdagodást szeretnénk fölkínálni minél több embernek. A magunk nyelvezetében, ami különleges bizánci ritusunkkal, sok embert tudunk gazdagítani. Arra bíztattam a híveket, hogy ne rejtsék vége alá, és ezt a lámpást csak tegyék magasra, minél többen lássák, hogy a keleti egyháznak itt Pécsen is megvan a helye. Pécsett a parókusi szolgálatot Szántai Miklós Máté látta el Szegedről 1969 és 1985 között. Őt követte Gulybán Tibor, aki 1985 és 1998 között szolgált itt, majd pedig Bodogán László 1998 és 2016 között gondoskodott a hitéletről. Jelenleg Zajác Gábor parókus szolgál az egyházközségben. Nagy kihívásnak tartottuk. Legelőször is, amikor érsek, hogy értesített arról, hogy Pécsre szeretne helyezni bennünket, ha bár akkor még nem mondta el, így megkérdezte tőlem finoman, érzékenyen, hogy Gábor, ősz? Mondtam, hogy igen, ülök érsek, atya, mert éppen vezettem. Akkor vigyázz magadra, de úgy határoztam, hogy Pécsre helyezzek. Hát kicsit még ott maradtam azon a helyen, és utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy Pécs ennyire messze van, de ugyanakkor azok az ismerőseim, akik meghatározó személyiségek az életemben, mind kötődtek Pécshez. Közösség, ami fogadott, csodálkoztam azon, hogy általában ilyenkor az elődöt föl szokták emlegetni, hogy hát bezzeg László atyánál, bezzeg Tibor atyánál. Itt nekem nem történt. Nagyon előzékeny volt velem a közösség. Tudták azt, hogy én máshonnan jövök, esetleg másféle tapasztalatokkal, másféle döntésekkel, elfogadták. Ezt az elfogadást emelném ki legelőször is. És hát természetesen tudtam azt, hogy az elődeimet szeretik, és tudtam azt, hogy engem is éppen ugyanúgy elfogadnak az én döntéseimet, az én életmódomat mondhatni, éppen ugyanúgy tiszteletben tartják és segítik. Mondhatnám, hogy nekem már az a feladatom, ami nem annyira látványos, hogy a közösséget ápoljam, a közösséget erősítsem, és így haladjunk egy irányba mindannyian az Isten országa felé. Adventi időben vagyunk, amikor különösen fontos a böjt és az emberi kiszolgáltatottság megértése az érsek szerint. Megint hadd említsem a mi görögkatolikus sajátosságunkat, ez nekünk böjti idő. 40 napos böjttel készülünk, a karácsonyra is, mint a húsvétra. A böjt abban segít, hogy az ember a törékenységét, gyöngességét a saját testében érzi meg, éli át. Erről a törékenységről, kiszolgáltatottságról is beszéltem a mai prédikációban. És ez segít, hogy töredelmes szívűekké váljunk, hogy mire a karácsonyhoz odaérünk, akkor ne csak az ünnep fényét, az ünnep szépségét, bájosságát éljük át, hanem azt a megtörtséget, ami valójában a karácsony igaz a lényege, hogy az Isten emberi lett. Ez nem csak egy bájos történet, hogy akkor megszületett, igaz, hogy hát ugye menekülni kellett Egyiptomba, de hogy az Isten az istenségét ott hagyja, hogy velünk egyesüljön. Ez óriási dráma. Ezt megérteni nem lehet, de átélni lehet, és ehhez a töredelmes szív kell, pökhendi, gőgös, magabiztos módon ez nem lehetséges. Na hát a böjtre buzítom a híveket, és a böjt az nem csupán valami étrendmódosítás, hanem többletimádság. Amikor böjtölünk, lemondunk valamiről, azt mindig az Istennek ajánljuk föl, az köt bennünket az Istenhöz. Ez is
gazdagít az Istenben, ez a mai példabeszédnek a kifejezését használva, közelebb visz minket az Istenhöz, hogy ne csak a naptár szerint közeledjünk a karácsonyhoz, hanem egyre közelebb kerüljünk a gyermek Jézushoz, a megtestesült Istenhöz, akkor tud a karácsony igazából olyan ünnep lenni, hogy az Isten nekünk szánta. A liturgiát körmenet követte, majd Kocsis Fülöp érsek megáldotta a jelenlévőket.